Ismét bezártak a fürdők, Nyíregyházán ez a gyógyászati kezeléseket is érinti. Rendeződés az új autópiacon, októberben már közel 12 000 személygépkocsit helyeztek forgalomba. Nébih vizsgálatok, két nagyszabású szezonális ellenőrzést követően a napokban indul a téli ellenőrzés sorozat. Három híján 5100 újabb fertőzöttje van a koronavírusnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében péntekre 9 fővel 6405-re nőtt az érintettek száma. Országosan 99 újabb halálos áldozatot szedett a járvány. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A szerdán életbe lépett intézkedések a fürdőket és uszodákat is érintik, ami pedig a gyógyászati kezelések beszüntetését is eredményezte a nyíregyházi egységekben. Néhány hete készültek még ezek a felvételek a nyíregyházi Júlia fürdőben. Az úszóknak és pihenni vágyóknak szerda óta ezt a létesítményt is nélkülözniük kell. Ahogy az edző és fitness termek, úgy a fedett uszodák sem nyithattak ki az aznap életbe lépett szigorítások értelmében. A Sóstú gyógyfürdők ZRT esetében ez 4 egységet is érint. A Júlia mellett az Aquarius élményfürdő, a fürdőgyógyászat, valamint a hotel fürdőház is leállította minden szolgáltatását és bezárt egyelőre 30 napra. Utóbbit ráadásul a szálláshelyekre vonatkozó korlátozások is sújtják. A tavaszi visszaesés követően nyáron fokozatosan indult be itt a szezon, míg júniusban még csak 10-20% volt, addig augusztusban már 90%-hoz közelített a hotel fürdőház foglaltsága. Ősszel a második hullám megérkezésével azonban ismét sorra mondták vissza a foglalásokat, így a fürdőházat már szeptember végén bezárták. Pillanatnyilag az a döntésünk van érvényben, hogy a hotel fürdőház 2021. május 31-ig zárva tart, ezt követően nyitunk nyárra. Ha valami csoda történik és bizalom mutatkozik a vendégek irányából, akkor hamarabb is megnyitjuk a szállást, de pillanatnyilag ez a tervünk. De foglalásokat már most is felveszünk a jövő nyárra is, ami egyébként nagyon jó hír, hogy érkeznek is foglalások a jövő nyárra már. Nemrég a gyógyászati kezeléseknél is történtek változások a racionalizálás jegyében. Október eleje óta ezek a szolgáltatások már csak az Aquariusban voltak elérhetőek. Szerda óta ott is szünetelnek, az újranyitás feltételeit majd a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozza meg, miután kiderül, erre egyáltalán mikortól van lehetőség. Jó hír azok számára, akik előre váltott jeggyel, bérlettel vagy ajándékutalvánnyal rendelkeznek, hogy ezek meghosszabbítása terén rugalmas a társaság. Meg kell majd néznünk, hogy mikor engedik újra, hogy a létesítményeink kinyissanak, és akkor ugye a bezárástól, ami most november 11-e volt, az újranyitásig megszámoljuk, hogy hány nap telt el. Ugye ez garantáltan 30 lesz, vagy annál több. És akkor, ha valaki vett egy bérletet, a bérleteink 180 napig érvényesek a vásárlás dátumától számítva. Na most, amikor lejárna papírforma szerint az a bérlet, mi arra rászámítjuk a bezárásnak az idejét, mégpedig úgy, hogy nem kerek napokat számolunk, hanem hónapra kerekítünk fel. Tehát, hogyha mondjuk 40 napig kell majd zárva lennünk, akkor mi 60 napra, tehát 2 hónapra kerekítjük fel ezt a bezárást. A vállalat ügyfélbarát hozzáállását mutatja, hogy egyedi elbírálást is alkalmazhatnak, például azon idős vendégeik esetében, akik életkoruk miatt félnek az újranyitás követően igénybe venni a szolgáltatásokat. Az ő bérleteiket ennek figyelembevételével hosszabbítják meg. Októberben már közel 12 000 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ez csupán 4%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Bár a tapasztalatok szerint az ügyfelek számára idén nem az autóvásárlás az elsődleges, év végére így megközelítheti a 120 ezret az eladások száma. A koronavírus járvány az elmúlt években tapasztalt autóvásárlási kedvet is nagymértékben megváltoztatta. A válságintézkedések és a gyárbezárások miatt áprilisban és májusban 50% feletti volt a visszaesés. Nyáron lassú visszarendeződés látszott a piacon, ami azóta is tart, októberben összesen 11.946 új személygépkocsi eladását regisztrálták. A közeljövő ugyanakkor bizonytalan, az ügyfelek a nemrég bevezetett korlátozások hatására inkább kivárnak ezekben a hetekben. Azért jelentős azoknak a száma, akik inkább úgy gondolták, hogy most nem az autóvásárlás a legfontosabb, hanem inkább tartalékot képeznek. Ez azért egyik oldalon maximálisan érthető, másik oldalon meg
Azt látni kell, hogy az idei ősszel márkakereskedésekben hihetetlen jó ajánlatok vannak, ami összefügg abban, hogy 2021. január 1-től további szigorítása lesz a károsanyag kibocsátással kapcsolatban a gyártókra. Éppen ezért most a meglévő készleteiknek a kitisztítása, leépítése van folyamatban. A szövetség elnöke hozzátette, a márkakereskedések jellemzően korábban is időpontfoglalással fogadtak ügyfeleket, ezt a szabályt pedig a járványhelyzetben még fokozottabban betartják. Éppen amiatt, mert a szalonokra alapvetően sem jellemző a zsúfoltság, az érdeklődőkben megmaradt a bizalom. A csekély visszaesést ráadásul kompenzálja, hogy jelentősen nőtt az internetes érdeklődések száma. Az új járművek iránti általános kereslet növekedéshez egyébként a kormány nagycsaládos autó kedvezménye is jelentősen hozzájárult. A program sikere a kereskedőket is arra ösztönözte, hogy bővítsék a 7 személyesek kínálatát, az árakat pedig hozzáigazítsák a pályázathoz. A nagycsaládok valóban azokat az autókat keresik, amelyek árérték arányban a legjobbak, és ebben vannak olyan, akár a Peugeotnál, a Volkswagennél, az Opelnél, a Fordnál, amelyek eredetileg kis haszonnyi járműként látták meg a napvilágot, de ezeket a gyártók természetesen a kínálatba kerüléssel egy időben, rögtön személyautóváltozatban is kihozták. Ezekre a személyautókra alapvetően az a jellemző, hogy a középső üléssort, azt mindegyiket külön-külön támlával látják el, így a gyerekülések sokkal inkább elférnek, mint ott, ahol egy pad van hátul. Tehát a három gyerekülés ezekben az autókban elhelyezhető, és ezért ezeknek a népszerűsége nagyon magas. Az új autók eladására vonatkozó évelei becslések még 155 ezer jármű eladásáról szóltak, a szakértők azonban már csak 118 ezer új személygépkocsi forgalomba állítására látnak esélyt az idén. A visszaesés mértéke ugyanakkor így is kisebb, mint számos más európai országban. A Nébi 2020. november közepéig két nagyszabású szezonális ellenőrzést végzett, aminek keretében 4500 létesítményt és 15 ezer hazai és külföldi élelmiszeripari terméket vizsgáltak meg, utóbbiakat laboratóriumi körülmények között. Az évnek a hivatal számára még nincs vége, hiszen a téli ellenőrzés sorozat még a napokban veszi majd kezdetét. A nagyáruházak mellett a piacokat, zöldség-gyümölcs termékeket is egész évben ellenőrzi a Nébi. Idén eddig 271 alkalom során összesen 15 őstermelő engedélyét kellett bevonni. 12,5 tonnányi élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Ez a vizsgált termékeknek az 5%-a még mindig a lejárat utáni forgalmazás, illetve jelölési hibák a fő ok. Bár tény, hogy csökken a mennyisége ezeknek a élelmiszereknek, tehát talán itt is egy javulást láthatunk. Bár sok hibát lehet találni, ugye a sajtban mindig megjelenik, mindig mindent transzparensen nyilvánosságra is hozunk, de ez a felszín, úgyhogy ha számokat látjuk, azért egy 4500 létesítményből, 15 ezer tételből viszonylag alacsony számú a hiba. Magyarországon az élelmiszerbiztonság helyzete a szakember szerint jó. Az ellenőrzések mellett fontos a vásárlók tájékoztatása is, ezért az idén bővült a hústermékek származásának zászlós jelölése. Ezt is nézték közel 700 üzletben. A vásárlók mellett az értékesítők, vállalkozók megfelelő és gyors tájékoztatása, segítése is fontos a hatóságnak. Elindítottuk a Nibót, egy chat alkalmazást, szintén az információ átadás érdekében valós idejű cselekvő alkalmazás, amit ugye el lehet érni, nem kell külön alkalmazást letölteni, el lehet érni a hagyományos megszokott cselekvő alkalmazásokon keresztül is, és így egy 24 órás ügyfélszolgálati elérhetőséget tudunk biztosítani mindenki számára. Mindemellett fokozott figyelemmel vizsgálták idén is a fekete kereskedelem által piacra bocsátott termékeket is. 500 felett volt idén eddig a mintavételezés. Emellett 150 ellenőrzést végeztek a tűzifa kereskedelem területén. Ehhez kapcsolódóan egy weboldalt indítottak a vásárlók és a tisztességes eladók könnyebb összekapcsolódása érdekében.
Máté Szalka és Fehér Gyarmat egészségügyi helyzetért aggódik a Mi Hazánk mozgalom. A párt sajtótájékoztatóján elhangzott, a szervezetnek a szatmári emberekkel összefogva sikerült megakadályoznia a Máté Szalkai Kórház szülészeti osztályának bezárását. Ugyanakkor a párt országgyűlési képviselője szerint a 15 újszülött és 25 gyermekágy még nem menekült meg véglegesen. Fehérgyarmaton pedig már tényként kijelenthető, hogy Covid kórházzá alakultak. Természetesen egyelőre tudomásul vesszük ezt a válsághelyzet miatti kényszerintézkedést. Ugyanakkor jelezni szeretnénk, hogy nagyon komoly feltételekre van szüksége Fehérgyarmatnak ahhoz, hogy a covidos betegeket el tudja látni, mint ahogy a most már jóval nagyobb terhelésnek kitett Máté Szalka és Vásáros Naményi Kórháznak is, sokkal több ellátása, pénzre, forrása van szüksége a nem covidos betegek ellátásához, illetőleg azt sem fogjuk hagyni, hogy akár Máté Szalkán, akár Fehérgyarmaton, vagy a megye bármelyik másik kórházában ágyszámot csökkentsenek, vagy osztályokat zárjanak be a világjárványra hivatkozva, ezzel a helyzettel esetlegesen visszaélve. A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége úgy határozott, hogy 2020. november 11-től minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat szüneteltetnek. Az érdeklődők a református.hu a tiszántúli református egyházkerület honlapján találhatják meg az online tartalmakat. A római katolikus szentmiséket megtartják. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye azonban felhívja a figyelmet, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban vegyenek részt rajta a hívek. A Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban továbbra is lehet követni a vasárnap 9 órától kezdődő miséket az egyházközség felületén. A görögkatolikus szent liturgiákat megtartják, de ott is biztosítják az online közvetítést. A Szent Miklós görögkatolikus székesegyház honlapján követhetik a hívek a szertartásokat. A legtöbb alternatív egyház sem tartja meg az összejöveteleket. A közúti áruszállítás zavartalansága érdekében a nehéz tehergépkocsik határozatlan ideig hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon. A kamionstopp főszabály szerint minden szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lenne érvényben. A folyamatos áruellátás érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a jogszabályi felhatalmazással élve az Agrárminisztérium egyetértésével visszavonásig felfüggeszti a korlátozást. A felfüggesztés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások még rugalmasabban szervezhessék meg fuvarozási feladataikat. Így gördülékenyebben gondoskodhatnak az üzletek, gyárak folyamatos ellátásáról, a raktárak feltöltéséről és a késztermékek elszállításáról. Negyedik bajnoki mérkőzését is megnyerte a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok az NB2 keleti csoportjában 98-57-re verték a szolnoki Olaj KK együttesét. Kovács Tibor csapata szombaton a békési SSK otthonában lép pályára. Két 100%-os mérleggel rendelkező együttes lépett pályára a Bánki csarnokában, ahol az első félidőben jól tartották magukat az A csoportos csapat utánpótláskodó játékosait felvonultató vendégek. Az első negyedet 8 ponttal, a másodikat 5-tel nyerte Kovács Tibor együttese. Fordulás után kezdett kijönni a két csapat közötti különbség, a harmadik 10 percben 16 pontot tett hozzá előnyihez a házigazda. A zárójáték rész már csak formalitás volt, a valamennyi játékosának lehetőséget adó Sunshine Nyikse több mint 40 pontos győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét. Az eredmény azt mutatja, hogy könnyű volt, de az ellenfél erejét ismerve és látva a játékukat azért részben egyrészt fel tudtunk készülni belőlük, másik részt a megfelelő komolyan vettük a mérkőzést, és nem lebecsülve az ellenfél korát, mert nagy rész fiatal játékosokkal álltak fel. Amikor komolyan veszi a csapat a mérkőzést, akkor annak van eredménye. És hagyj emeljem ki ebben a játékban azt, hogy egy edző akkor örül, hogyha minden játékosban érzi azt, hogy hozzá tud tenni a játékhoz, mert tudja, hogy úgy megy haza a mérkőzésről, hogy sajátjának érezte a győzelmet, mert akár védekezésben, akár támadásban most mindenki hozzá tudott tenni.
Talán mondhatom azt az ellenfél lebecsülése nélkül, hogy a kulcsjátékosaink kevesebbet játszottak, és majdnem azok játszottak többet, akik eddig kevesebb szerephez jutottak, és így is sikerült nyernünk. A csapat egyik legrutinosabb játékosa, Asztalos István 13 ponttal járult hozzá a nyíregyháziak sikeréhez. Nagyon komolyan vettük a meccset, nagyon jó ritmusban játszottunk, hál' Istennek az elején elhúztuk, utána már tudtuk nyugodtan játszani a saját játékunkat, és ez eredményezte végül is a nagy különbségű sikert, tehát mindenki hozzátett a játékhoz. A 7 pontot szerző csapatkapitány Kósa Tamás szerint a bajnokság előrehaladtával még jobb játékra lesz képes a Sunshine Nyitse. Egy kicsit hányattatott a sorsunk a Covid helyzet miatt, de erről elég sok csapat el tudja mondani a véleményét és tapasztalja is nap mint nap. Ez a csapat szerintem most a Gáspár Balázs érkezésével szerkezetileg jobb, mint a tavalyi, viszont összeszokottságban hiányosságaink vannak, de remélem, hogy ez a fordulók lefolyásával majd változni fog. Az NB2 keleti csoportját a Sunshine Nyitse vezeti 4-0-ás mérleggel. Kósáig szombaton az egy győzelemmel és egy vereséggel álló Békési SSK csapatához utaznak. Befejeződött a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnoksága, 115 csapat összesen több mint 700 meccset játszott. 50 év után változik a lebonyolítás rendje, 2021-től tavaszi-őszi rendszerben játszanak majd a csapatok. Óriási kiélezett küzdelem volt, de sportszerű küzdelem, hiszen példanélküli sportszerűen játszottak a csapatok, hiszen összesen 8 kiállítás volt, ebből is 3 olyan, ami második sárgalap miatt, viszont volt egy rendbontás, ami miatt egy csapatot 10 év után ugye történt ilyen, hogy ki kellett zárnunk a bajnokságból, bízom benne, hogy ilyen többet nem fog előfordulni, de utolsó pillanatig kiélezett volt a bajnokság, hiszen a dobogóért és a kiesésért is küzdöttek a csapatok. Utolsó előtti mérkőzésen dőlt el az utolsó bajnoki cím sorsa, 3 csapat maradt veretlen, ebből a Fáraó Bútor csapata már 2 éve veretlen a bajnokságunkba. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Ahogy az edző és fitnesstermek, úgy a fedett uszodák és fürdők sem nyithatnak ki szerda óta az aznap életbe lépett szigorítások értelmében. A nyíregyházi egységekben ez a gyógyászati kezelések beszüntetését is eredményezte. Akik előre váltott jeggyel, bérlettel vagy ajándékutalvánnyal rendelkeznek, azoknak meghosszabbítja ezeket a társaság. A hotel fürdőház közben egészen jövő május végéig nem fogad vendégeket. Továbbra is népszerű a nagycsaládosok autókedvezménye. Többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy a koronavírus járványban kisebb mértékben csökkent az új autók iránti kereslet a vártnál. Októberben közel 12 000 új személygépkocsi eladását regisztrálták, ez pedig csupán 4%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A NÉBI 2020. november közepéig 2 nagyszabású szezonális ellenőrzést végzett, aminek keretében 4500 létesítményt és 15 000 hazai és külföldi élelmiszeripari terméket vizsgáltak meg, utóbbiakat laboratóriumi körülmények között. Az évnek a hivatal számára még nincs vége, hiszen a téli ellenőrzés sorozat még a napokban veszi majd kezdetét. A Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel hétfő este várjuk legközelebb Önöket. Hétvégén heti hír összefoglalónkkal jelentkezünk. Ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra a hétközben elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, éjszaka köd is képződhet. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-7 fok között alakul. Szombaton túlnyomóan borult lesz az ég, párás, ködös idő várható, szitálás előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 fok körül alakul.
Vasárnap még többnyire erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő várható, szitálás bárhol előfordulhat, és a hőmérséklet sem változik lényegesen. A jövő héten több időjárási front is átvonul hazánk felett, emiatt változékonyabbra fordul időjárásunk. Hétfőn érkezik az első, mely lelassul felettünk, emiatt még kedden is ez alakítja időjárásunkat. Az éjszakai minimum nem változik sokat, de a nappali csúcshőmérsékletek a naposabb helyeken elérhetik a 12-13 fokot.